A tavalyi év első felében adták át Balaton Szentgyörgyön a felújított védőnői épületet és a hozzá kapcsolódó egyesületi házat. Itt teljes külső és belső energetikai korszerűsítést végeztek több mint 60 millió forintos beruházással. A csak nem egy kilométer hosszú Csillagvár utcában járdaépítés zajlott, az utca keleti járda szakaszát teljes egészében térkövezték. Néhány utca burkolatának a cseréje is megtörtént, valamint az első világháború hőseinek emlékére készült el egy műalkotás. A tavalyi évben pályázati úton több mint 200 millió forint került balaton költségvetésébe. 2020-ban épült meg, és várhatóan hamarosan átadják a termelői piacot is. A mögöttem látható épület a jelentős mértékben a tavalyi év folyamán újult meg. Az idei évben reméljük, hogy majd birtokba veszik az üzemelők is, meg a vásárlók is. Egy helyi piacfejlesztés történt itt, ami összességében nettó 50 millió forint értékű fejlesztés jelent a falunak. Reméljük, hogy majd a környékbeli termelők és a környék fogyasztói meg fogják látogatni gyakran a balaton szentgyörgyi termelői piacot. A polgármesteri hivatal épülete is megújult, energetikai korszerűsítést hajtottak végre, így napelemes rendszer segíti a takarékos energiafelhasználást. Jelentős mérföldkő volt Balaton-Szentgyörgy életében a tavaly átadott M76-os útszakasz, mivel el ez tehermentesíti a településen áthaladó főutat. A családalapítás letelepedés ösztönzésére egy új intézkedést vezet be Balaton-Szentgyörgy önkormányzata. A Balaton-Szentgyörgyön születő gyermekeknek, akik majd hat éves korukban is még Balaton-Szentgyörgyen laknak a családjukkal, és itt jártak óvodába, itt jártak iskolába, azoknak az önkormányzat a születésükkor kincstárjegybe egymillió forintot juttat a családnak, és ezt a gyermek 6 éves korába fogja az önkormányzat majd átadni a családoknak. 2021-ben a legjelentősebb beruházás egy bölcsőde építése lesz. Ez 330 millió forintos építkezés eszközbeszerzéssel együtt. A bölcsőde az óvoda mögötti területen valósul meg, és próbálja a gyermeket váró vagy már gyermeket nevelő szülők helyzetét megkönnyíteni. A művelődési ház energetikai beruházása közel 50 millió forintos ráfordítással hamarosan kezdődik. Balaton-Szentgyörgy község önkormányzata törekszik arra, hogy az intézményeit minél költséghatékonyabban tudja fenntartani, így kerül sor ebben az évben a művelődési házunk energetikai korszerűsítésére. Ez azért is fontos, mert az épület több bővítéssel ért el a jelenlegi formáját, és az egyes épületrészek műszaki állapota nem egyforma. A projekt keretében megvalósul az épület egyes külső részeinek szigetelése, a padlás szigetelése, nyilázárócsere, napelemrendszer kerül kiépítésre, valamint energiatakarékos kondenzációs kazán kerül telepítésre. Balaton-Szentgyörgy idén is jelentős pályázati forrás szeretne elnyerni. A polgármester ennek nagyságát a tavalyihoz képest nagyobbnak 400 millió forint körülének prognosztizálja.